Több millió forintba kerülhet egy tanév abban a méregdrága magániskolában, amelybe a DK-s Molnár Csaba gyereke jár. Erről írt a Pesti TV műsorvezetője a Facebookon. A Demokratikus Koalíció EP képviselője korábban szintén a Facebookra töltött fel fotókat arról, hogy iskolás lett a fia, és együtt mentek az új brüsszeli iskolába. Azt nem írta le, hogy melyik intézménybe, de az egyenruhán látható címer árulkodó lehet. A Demokratikus Koalíció legnagyobb ellenzéki pártként 4 képviselővel vesz részt. Tavaly júliusban egy internetre feltöltött kis filmmel ünnepelte Gyurcsány Ferenc pártja, hogy képviselőik akkor már egy éve tagjai voltak az Európai Parlamentnek. A Dobrev Klára vezette 4 fős DK delegáció egyik tagja Molnár Csaba. Az elmúlt egy évben azért tettem a legtöbbet, hogy az Európai Unió kényszerítse az Orbán kormány. A Gyurcsány Ferenc jobb kezének számító politikus az összeállításban arról beszél, Brüsszelben azon dolgozik, hogy a magyarok pénzét többet érjen. Hogy ne érjen kevesebbet a pénzünk. Nagyobb vagyona lett pár év alatt, mint a brit királynőnek. Miközben felszólalásainak jó részében nagyzolással vádolja a kormánytagjait és Magyarország megbüntetését kéri. Internetre feltöltött videóiban rendszeresen hangoztatja, hogy szerinte a magyar családok nehéz helyzetben vannak. Családok tízezrei kerültek megoldhatatlanul nehéznek tűnő helyzetbe. Évi 3 milliós magániskolából aggódik Gyurcsány embere. A politikusról most ezt állítja a közösségi oldalon a Pesti TV műsorvezetője. Molnár Csaba ugyanis a tanév első napján iskolai egyenruhába öltözött kisfiával pózolt, a fotókat pedig az interneten is megosztotta. A Pesti TV műsorvezetője szerint a kisfiú zakóján az egyik legdrágább brüsszeli magániskola címere látható. Bohár Dániel egy az iskola honlapján szereplő tájékoztató alapján azt írja, a legolcsóbb tanév is több mint 3 millió forintba kerül. A brüsszeli uniós negyed központjában található Brussels International Catholic School több videóban is reklámozza magát az interneten. Az egyik ilyenben egyebek mellett a tantermek legmodernebb technikai felszereltségét emelik ki. Egy másikban 5 okot sorolnak fel, amiért érdemes jelentkezni. Eszerint az iskola előnye például a sokszínűséget támogató mentalitás mellett a magas minőségű okos táblarendszer. Nemrég Molnár Csaba még arról ömlengett, hogy a magyar családoknak a között kell választaniuk, hogy megélnek vagy taníttatják a gyermeküket. Az elnyomott, kivéreztetett hazai baloldalra ez biztosan nem igaz, és ezt maga Molnár Csaba bizonyítja, fogalmaz a Pesti TV műsorvezetője. Bohár Dániel a leleplező poszt végén megjegyzi, így aggódik a baloldal a magyar családokért.